Hazánk női kerékpársportjának első olimpiai pontszerzője Szabolcsi Szilvia volt. Már a világkupákon láttam az emberek arcán, hogy hú, ez tényleg nem is olyan béna ez a kislány. Ez. Mert hiszen a világkupákon már hatodik lettem egyszer 500-on a leges-legelső versenyen, és már ott oda jöttek edzők, hogy tehetséges vagyok, és látnak bennem tehetséget, és csináljam, mert van értelme. Meg azóta például a Balanzser is mindig mosolyogva köszön nekem. Most már szép, most már jó, a csúcsom vagy, jól látható, érzed, megtettél minden, csak végére minden. Gyerünk, még meg kell hajtani, még mindig van 100 méterre hátra. Most a kanyarban 11.5.26 kellene, talán meg is lesz, 11.5.45, jól van. És ez azért fontos, mert a három legnagyobbat így tuti, hogy el fogja kerülni. A repülő versenyben Felicia Balanzsé, Michel Ferris és Tanya Dubnikov számít igazán nagy sztárnak. Ez azért fölülmúl minden várakozást pillanatnyilag. Megfogadtál valamit, hogyha valamilyen eredményt elérsz, akkor mit fogsz csinálni? Igen, azt fogadtuk meg a Gyulci bácsival, hogyha vasat nyerek, akkor nem kell innen a VB-n. Vicsina lemarad, Szívi még mindig vezet, most kell odafigyelni a kanyarnál, nehogy gyorsabb legyen az oroszlány. Gyere Szilvi, gyere még, meg lesz az, ne engedd Vicsinát, de kár érte. Egy hajszállal Szabolcsi Szilvia lemaradt a legjobb négyről. Azt a futamot tudtam, hogy nem tudom, mert az a Vicsina az állandóan olyan sunyi módon hátulról jön. Azt nem lehet megverni sem előről, sem hátulról, olyan gyors a 200 vége. Jó lenne, ha Szilvia nem tudna lemaradni az elején. Nagyon-nagyon kell figyelni, hiszen mondom, javítási lehetőség nincs. Szabolcsi az érre áll, ez egyébként jó szokása, és megindít egy kétkörös hajrát. Megpróbálja lerázni a társakat. Egyelőre a kanadai a második helyen, a venezuelai pedig megpróbálja kifelé szorítani az amerikai. Csöngetéskor még mindig Szabolcsi az élen, azaz az ötödik hely elérhetőnek tűnik. Most már csak arra kell vigyázni, hogy senki ne hajrázza le Szilvit. Dubnikovra érdemes figyelni, ő neki nagyon-nagyon jó az utolsó 100 méterre. Egyelőre még mindig Szabolcsi vezet, az már elképzelhetetlen, hogy leszorul a pontszerző helyről, és Szabolcsi Szilvia megnyeri a futamot ragyogó, nagyon taktikus, okos versenyzéssel. Így a magyar kerékpársport legjobb eredményét éri el pályakerékpáros szinten, jól bírta erővel, és így örül a végén. Talán ők se gondolták volna, hogy ezt az 5-8 év futamot így ledurrantom, de ledurrantottam. Csukod ki, csukod szép, mennyi fés, hogy ámul a nép, és a jól ismert fénykép, és nagyot kacsint, ez jó lett.